Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Elnök jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, és szép hetünk legyen. Romolhatnak Verbel esélyei biztonság, a bizottsági elnöki poszta, írja a Magyar Nemzet cím oldalán. Mit tud erről? Azt gondolom, hogy semmi újdonság nincs ebben a találgatásban. Most, hogy egyre közelebb kerül hozzánk a választás, még egy 4 hét. Mindenki számolgat, szoroz. Egy dolgot szoktak ezek elfelejteni, akik így minden posztot már előre leosztanak. Hogy hát vannak itt emberek, akik ezen a héten, a 23. és 26. között Európa szerte fognak dönteni arról, hogy az Európai Unióba, a parlamentbe kik kerüljenek be, milyen szervezeteket erősítsenek, gyengítsenek. Az viszont jól látszik, hogy ami megkerülhetetlen kérdés, és most már nagyon régóta első számú kérdés, az a migrációhoz való viszony. Tehát a bevándorlás pártiak, vagy a bevándorlást ellenzők, re szavaznak az emberek. És én azt látom, hogy egyre erősödik a bevándorlást ellenzőknek a tábora. Ezt tapasztalom itt abban az aláírásgyűjtésben is, ami a kormányfőnek a 7 pontjáról szól, amit meghirdetett, hogy Brüsszelben milyen változásra van szükség, és mit kellene képviselni. És ennek a támogatottsága során mi az utcán is gyűjtünk, bekopogtatunk emberekhez, és jól látszik, hogy ez a fő kérdés Magyarországon is, és Európában is. Van-e az aláírásgyűjtésben valamilyen cél? Ugye múlt héten jelentette be a Fidesz szóvivője, hogy már több mint 1 millió aláírás gyűjt össze, 1,1 millió, hogy megvan-e határozva valamilyen cél, vagy ezt folytatják a választás napjáig? Hát azt gondolom, hogy engedni kell az embereket, hogy kifejezzék a véleményüket, és az, aki a nevét adja egy ilyen kezdeményezéshez, az elég erősen megmutatja, hogy melyik oldalon áll. És egyébként egy nagyon jó párbeszéd. Hát hamarosan országjárás is elindul, sőt nem hamarosan, épp a mai nap folyamán, tehát Cseperre például Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr jön egy európai parlamenti választással kapcsolatos lakossági forumot fogunk tartani. Meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy elmondják erről a véleményüket, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szavazási befolyásolás is, ugyanis pontosan fogjuk tudni, hogy az emberek kinek az oldalán állnak. Ön szerint meg fogja magát gondolni Bangulné, Borbé Ildikó, azok után, hogy több sajtótájékoztatót adott a Fidesz, akciót indít. Szerintem ön szerint ez elég lehet arra, hogy megváltoztassa az álláspontját? Amikor én megismertem, én szombat hajnalra, viradóra hallottam ezt az esetet. Egyébként magán az aláírás gyűjtésnél is többször szóba került, tehát jöttek az emberek, teljesen fel voltak háborodva, mert elég egyértelmű volt az üzenete Bangolninak, de mi ezt hozzászoktunk. Hát a Hajdú-Bihar megyéből Cseperre importálták a szocik, most ott Csepelen vitézkedik Bangolni. Nagyjából látjuk, hogy mi a pálya, ezt csinálta 2018-ban is. Talán emlékeznek arra, hogy avval vádolt meg engem, hogy kimentem a temetőbe, és fejfákról írtam le az embereknek a nevét, és azt szerettem volna támogató ívként beadni. Tehát ilyen, akkor is, hogy mondjam, tehát ez a fajta... Ezt álmodta? Járt egyáltalán a temetőbe? Hát én nem tudom, hogy mit támadott, én ebben nem nagyon tudok mit tenni. De hát ott ül mögöttem. Tehát Bangóni, Gyurcsány, Vadai Ágnes triumvirátus ül mögöttem a parlamentben. Nekem ez így is elég megterhelő. És ön szerint lesz az MSZP? Gondolta, hogy kéri házelnököt, hogy valahova áthelyezze? Nem, hát ez nem az én dolgom. Én ott el tudom ezt viselni, csak hallom. Tehát nem újdonság. Nekem ez nem lehet, hogy elragadtatta magát, vagy esetleg másképp értette? Nem lepett meg, hogy a képviselőasszony ennyit gondol az emberekről. De ön szerint még az se lehet elég. Én hétvégén olvastam pár egyértelműen baloldali álláspontot is az ügyben, és ők is azt mondják, hogy MSZP-nek le kéne vonni a koncertet. Hát tehát, hogy ez hatásos lesz? Ez történt? Nem.
Hát egészen mást mondanak, mint amit cselekszenek. Tehát ehhez hozzá vagyunk szokva. Tehát az elvtársi világ az ilyen, egészen másról kezdek el beszélni, épp itt viccelődtünk, ugye? Csináljunk egy botrányt, és fogjuk rá másikra. Tehát, hogy mondjam, hát ezt hozzászoktuk. Ők ilyenek. A hatalomért, a pénzért bármire képesek. Hát eljár, ugye most menjünk vissza a decemberig, hogy milyen színészi tehetséggel van megáldva ez a hölgy. Tehát eljátszott a Tarkóra tett kezet, a Megfektetett embert, a nem tudom én, négy kézláb szaladgált. Utána most húsvétkor nyuszinak költözött. Óvodában dolgozott és próbált időnként játszani a gyerekeknek különböző szerepet. Hát sajnálnám a gyerekeket, ha ezeket a szituációs játékokat kellene játszani. A hétvégén a Gripenek felszálltak, mert egy Bakuból Oxfordba igyekvő kisgép nem jelentkezett be. Mindig felszállnak a Gripenek, tehát a Gripenek ellátják ennek a területnek a NATO védelmét, tehát nem csak hazánk légterének, hanem a környező légtérben is őket riasztják, hogyha van egy ilyen be nem jelentkezés, elég sűrűn van. Ez többnyire műszaki okok, vagy elfelejti a pilóta ezt a bejelentkezést, aztán helyreáll a rend. Tehát a Gripenek teszik a dolgokat, a Magyar Honvédség védi a légterünket, nem csak itt, hanem ugye a balti országok fölött is egy sokkal keményebb helyzetben. A múlt héten, amikor a vendégünk volt, akkor még a konferencia előtt volt, de aztán végigkísértem a konferencián a felszólalásait. És többek közt a sportorvosoknak is feladatokat adott. Nem is feladat, hanem kérte őket. Nem egy megszokott dolog, hogy egy sportágért felelős valaki, egy országgyűlési képviselő ott majdnem térdre ereszkedik és megkéri őket, de olyan nagyon alázatosan kérte. Hogy fogadták ők ezt? Én szerintem pozitívan. Tehát mindenki érdekelt abban, hogy egy jó sportorvosi rendszer legyen. És hogyha ebbe valakinek van olyan lehetősége, hogy javítson a rendszeren, hogy az üzemképes legyen, tehát jól tudják végezni a feladatukat, a sportorvosok megkapják érte a normális díjazást, a gyerekeknek ne kelljen 5-6 órát ülni egy sportorvosi rendelőben, akkor azt gondolom, hogy az a mi közös érdekünk, és ezért össze kell fogni, ez csak együtt megy. Tehát azok, akik a körülményeket megteremtik, azok, akiket vizsgálniuk kell, és azok, akik ezt a feladatot elvégzik, ha együtt meg tudják határozni, hogy milyen lehet a jövő, ehhez meghozzuk a szabályokat, hozzárendeljük a pénzt, azt gondolom, hogy... Itt csak szervezési problémák vannak? Szerintem nem, de hát meg fogjuk beszélni. Hát ez a konferencia, ez egy nagyszerű apropó volt. Ugye 1938-ban április végén volt ez egyik konferencia, és ennek a 81. évfordulán, a 80-on kezdték el szervezni, de így a 81-re sikerült ezt a konferenciát lebonyolítani. Ennek az apropóján csináltunk egy hasonló konferenciát a Tiszti Kaszinóban, ugye, ami már egy nagy banknak a tulajdonában van. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó kétnapos találkozó volt, nagyon jó eszmecsere volt. Ennek született záró dokumentuma, ebből születnek egy könyvet szeretnének kiadni az ott elhangzott előadásokról, polémiáról. Úgyhogy nyitottunk a 21. század felé ebben a kérdésben is. Volt-e szó arról a konferencián, hogy a 21. században az iskolások, illetve a sportolni vágyók, hogy gyerekek milyen állapotban vannak. Igen, pontosan. Ugye még akkor, amikor a mindennapos testnevelés ugye előkerült, akkor, amikor azt mondtuk, hogy minden nagyobb településen, illetve mindenki számára, tehát a kis településen élők számára is elérhető legyen egy úszodai szolgáltatás, iskolai úszodák, tornatermek felújítása, óvodai tornaszobák felújítása, ezeknek az eszközökkel ellátása, sportcsarnokok, sportpályák, stadionok építése, ez mind ezt a célt szolgálja. Itt a sportorvosi kérdésnél szóba kerültek olyan kérdések, most a hétvégén volt egy hír Szlovákiából, Felvidékről, hogy egy 14 éves fiú mindenféle előzmény nélkül összeesett a pályán és meghalt. Hogy lehet, hogy az ilyen típusú elsőre megállapítatlan betegségeket hogy lehetne kiszűrni, hogy ne forduljanak elő ilyen esetek? Először is szeretném részvételemet kifejezni a családnak és a sportkörnek is. Az nagyon szomorú, főleg, hogyha egy fiatal embernek a haláláról értesülő birkózóknál is volt sajnos
ilyen, aki a szőnyegen az életét vesztette. Természetesen ez is egy feladat, ez a szakemberek feladata. Tehát ha megengedik, én erről nem nyilatkoznék, mert én se nem sportorvos nem vagyok, se nem éppen aktív edző, aki ebben kell, hogy foglalkozzon. Nekem a körülményeket, én azt hiszem, hogy nekünk, sportvezetőknek, meg a politikusoknak, ha szükséges, akkor az ehhez szükséges jogszabályokat meg kell alkotni, oda kell rendelni a pénzt erre, mindent meg kell tenni azért, hogy azok, akik elmennek sportolni, azok ott a lehető legjobbat kapják, és az egészségüket szolgálja a sport. Volt-e szó arról, hogy akkor, amikor stadionokról beszélünk, mindennapos testnevelésről, hogy gyermekeink testsúlya a keleténél nagyobb, tehát az európai statisztikába, valahol már az amerikaiakat is jól értünk, túlsúlyosak vagyunk, cukorbetegek, már mint a megfordult ez a trend? Ez most teljes egészében megfordult. Ja, pontosan azok az intézkedések, amelyek meg... Nagyon nehéz, ez ha kedden elhatározunk, szerdára nem változik meg a világ. Tehát nehéz. Nehéz volt például elérni azt, hogy a büfékben egészséges kaját lehessen kapni az iskolai büfékben. Már előre látta, hogy a következő kérdésem iskolai igazgatói múltjára. Nehéz, nagyon nehéz elérni. Tehát ott hozzászoktak valamihez a gyerekek, azt le fogják cserélni, hogyha a cukrozott, nem tudom én milyen nyalókák helyett, ilyen ál gyümölcsös nyalókák helyett az ember valódi gyümölcsöt kezd el kínálni, nem egyszerű átszoktatni a gyerekeket erre. De mindent meg kell tenni ennek érdekében, akár gazdasági eszközökkel, ugye nem véletlen a chipsadó, tehát, illetve a cukros üdítőitaloknak a nagyobb adója. Tehát ezekről úgy is át lehet szoktatni az embereket, hogyha azt mondjuk, hogyha választanod kell az egészséges, meg a között, ami tele van cukorral, tele van mindenféle adalékanyaggal, és még mi az egészségesebbet tudjuk olcsóbban adni, akkor nyilvánvalóan azt fogják választani az emberek. Tehát nagyon sok eszközt kell igénybe venni ehhez, és én azt gondolom, hogy a mindennapos testnevelés, amikor elindult, az is ugye, rengetegen tiltakoztak. Tehát most is azt látjuk az ellenzéknél egyébként, hogy két problémájuk van az oktatással. Az egyik a mindennapos testnevelés, amit nem nagyon tudok hova tenni, hogy ez miért ilyen erős probléma. A másik pedig hát nyilván a hittan és erkölcstannak a tanítása. Két olyan terület, amit folyamatosan lőnek. Pedig mind a kettőre szükség van, kedves nézőim. Az elmúlt negyed órában Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Az év 16. hetét önnel kezdtük, és bízunk benne, hogy mielőbb viszont látjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk. Köszönöm.